Sziasztok! Arra gondoltam, hogy most egy nagyon-nagyon gyors kis bejelentkezéssel szeretném nektek megmutatni a krémkávénkat, hogy én hogyan fogyasztom, így hát most már este folyamán. Viszont azt szeretném nektek bemutatni, hogy a DX-en kávéit, mivel ganodermát tartalmaznak, éppen ezért bármikor fogyaszthatod, mert hogy a ganoderma hatása miatt ugye nem dobogtatja meg a szívedet, és nagyon-nagyon sok jótékony hatással bír. Hello, szia Tibor! És én ezt a este folyamán még mushroomport is fogok beletenni az öreg és a fiatal ganoderma keverékét. Ezt én esténként szoktam elfogyasztani. Ugye vagy a kakaommal, vagy a kávémmal, amit így fogyasztok. Nem szeretem nagyon felmelegíteni a vizemet. Én ilyen, inkább azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon kicsivel melegebbre szoktam még. És annyira jó illata van, esküszöm nektek. Úgy szeretem illatozni. Én nagyon szeretem illatozni. Na, ez ugye a krémkávénk, de én még krémesebben szeretem a kávét fogyasztani, még krémesebben szeretem az életet is ugye élni, vagy hogy mondják ezt. És éppen ezért még fogok beletenni még egy kis tejport, de ugye nem szükséges. Mindenkinek a saját ízének megfelelően ugye rábízzuk, hogy ki hogyan fogyasztja a termékeinket. Most keresek egy kis olyan mérőkét, amit tudok a... Szerintem most fel is, akkor fel, inkább felbontok egy újat. Na most spirulinást fogok megtalálni, vagy... Ja nem, megtaláltam. Szóval akkor nem kell kibontanom. Elég sok ilyen kis mérőkénk van. Szóval akkor nem kell. Szóval... Én ebből a mushroom porból, mivel már eleve a krémkávé tartalmaz ganodermát, éppen ezért egy ilyen féllel szoktam beletenni. Nem teszek egy teljes egésszel felesleges, mert hogy ugye egész nap fogyasztom. Good afternoon. Ugye én fogyasztom mindenféleképpen a ganodermát és a mushroomport is, pont ezért csak kizárólag egy fél kis kupaknyival tettem bele, mert felesleges még nagyon-nagyon sokat beletenni. Jó. Oké. És akkor én még teszek bele egy kis tejport, mert hogy még krémesebben szeretem ugye ezt fogyasztani, ezt a... Tényleg csak egy kevesen, nem sokat, mert hogy még valóban krémesebben szeretem. De tényleg mindenki úgy fogyasztja a mi kávéinkat, ahogy neki ízlik természetesen. Mint mindenki, ugye nem vagyunk egyformák, mindenki másképpen fogyasztja a kávéját, éppen ezért egyébként, amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy a mi kávéink közül, nekünk 8 féle kávé közül tudsz választani, és ugye tényleg nagyon-nagyon nagy a skálánk, ami közül tudsz választani, és mindenki megtalálja a saját ízvilágának megfelelőt, és éppen ezért imádom oly nagyon a DX-en, mert mindenkire gondol. És nem találok olyan embert, aki azt mondaná, hogy hát ne haragudj, de nekem nem nyerte el a tetszésemet a DX-en kávé, mert hogy valóban nagy a választék, és mindenki meg tudja találni a legmegfelelőbb kávéját. Még egyszer akkor mutatom, hogy melyik kávét fogyasztottam el a DX-entől, a krém kávét a mushroom porral. Aki szeretne bővebb információt kapni tőlem, látogasson el a Catherine Gross DX-en oldalamra, és a Catherine Gross DX-en YouTube csatornámon is nagyon-nagyon sok értékes videót feltöltöttem már, és de egyébként én is állok mindenki rendelkezésére. Megmutatom nektek, hogy milyen is lett ugye a kávé. Ilyen krémes, ugye DX-en. És állok mindenki rendelkezésére. Legyen csodás az estétek! Sziasztok!